próbálunk egy napi rutint megszervezni. Róna Ásert a családjával együtt kitelepítették, most a Holtenger partján laknak egy szállodában. A felnőttek igyekeznek a gyerekek számára nyugodt körülményeket teremteni. Mint mondta, mindenki az izraeli szárazföldi támadásról beszél. Mindenki erről beszél, hogy várható, semmi konkrétumot nem tudok. A saját fiam sem tudja elmondani nekem, nem szabad neki elárulni, hogy konkrétan hol van. Annyit tudok, hogy valahol ott a környéken. Izraelt nemrég a támogatásáról biztosította, valamint a nemzetközi jog betartására szólította fel az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Németország, Olaszország és Kanada is. Kis Benedek József szerint a szárazföldi műveletek megindításához elsősorban politikai döntés szükséges, Izrael vezetése azonban nincs abban a helyzetben, hogy ezt megtegye. Az elemző úgy véli, ennek oka a rendkívül nagy kockázat. Szent Ivány István szerint az izraeli haderő technikailag felkészült egy szárazföldi támadás megindítására, de mint mondtam, egyelőre óvatosak. A műveletnek ugyanis sok civil áldozata lehet, ez pedig az elemző szerint súlyos politikai következményekkel járhat Izrael számára. Szent Iványi István elhúzódó háborúra számít. Pedig a világ legkevésbé sem örül. A Szemtől szemben rovatunkban itt van két vendégem. Köszöntöm Kulifai Sárát, a Hetek külpolitikai rovat vezetőjét. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. És a Telex újságírója Tóth Gergely is itt van. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok! Én azt gondolom, hogy korban viszonylag közel vagyunk egymáshoz, úgyhogy mivel a háttérben tegeződünk, így engedjék meg a nézőink, hogy ezúttal is egy tegeződő beszélgetést folytassunk. Bár lehet, hogy a témáink egyébként nem is feltétlenül teszik szükségessé. Általánosságban fogom kérdezni a vendégeket, mert ugye találgatások mennek, hogy amit itt a bejátszóban is hallhattunk, hogy mikor indítja meg Izrael azt a szárazföldi offenzívát, ami egyébként nagyon sok vélhetően civil áldozatot is fog követelni, de elsősorban a Hamász kiiktatására irányulna. Hallottuk azt is ugye, hogy nagyon sok európai ország biztosítja meg, nyugati ország is természetesen az együttérzéséről és a támogatásukról Izraelt, miközben egyébként például Szijjártó Péter úgy fogalmazta meg a minap külpolitikai tapasztalatát, hogy erős a megosztottság az EU-s tagállamok között az izraeli válsággal kapcsolatban. Hogyan kell ezt értelmeznünk? Kezdjük a hölgyel, jó? Legyen így. Hát én úgy látom, hogy ugye kettős ez a hozzáállás, főleg az európai országok részéről Izraelhez. Éppen azért, mert egyrészt együtt éreznek velük az áldozatok miatt a tömegmészállás nyomán, ugyanakkor nagyon féltik a gázai civileket, és fontosnak tartják, hogy hangsúlyozzák azt is, hogy bár egyetértenek azzal, hogy Izraelnek joga van az önvédelemhez, de nem szeretnék, hogyha a szárazföldi offenzíva, illetve ugye ez légi és vízi offenzívának is készül, hogyha ez sok civil áldozathoz vezetne a gázai oldalon. Úgyhogy ez egy óvatos támogatás, én úgy látom. Uh-huh. Igen, én is egyetértek. Ez, amit ketté kell választani, van egy morális támogatás. Hát nyilván normális ember az mindenképpen elítéri azt, amit ami végül is ennek a háborúnak a kiinduló pontja. De utána az, hogy milyen megoldás van katonailag, politikailag, az egy teljesen más kérdés, és ennek a konfliktusnak az elhúzódásától és a tovább gyűrűzésétől is egyaránt tart a nemzetközi közösség. Ez a kiszivárgott ilyen politikai háttér tárgyalásokból ez egyértelmű, hogy az Egyesült Államok is, miközben Joe Biden ugye személyesen is támogatásáról biztosította Izraelt, rengeteg hadianyagot is szállított a nulladik perctől kezdve az USA Izraelnek, de közben a háttérbe próbálják visszafogni például az északi frontnak az eszkalációját, hogy ne terjedjen túl a háború, ne legyen kétfrontos háború. Amúgy egyébként pedig azzal a realitással is szembenéznek szerintem, hogy ez egy elhúzódó háború. Egy háború az ugye a modern média környezetben úgy gondoljuk, hogy egyik percre a másikra kell megoldásokat találni, de egy háború az mindig hosszú, még a korlátozott gázai konfliktusok is néhány hétig eltartottak, ez pedig nem egy korlátozott konfliktus, amit
Mennyire lehet azt mondani erre a helyzetre, amikor komoly politikai vezetők kiállnak értelemszerűen a mellett, a fél mellett, ugye, ahogy te is használtad a kifejezést, hogy aki önvédelemre van kényszerítve. Igazából egy ilyen látszatról van szó, hogy sokan használják azt a kifejezést erre, hogy megy a jó emberkedés, de tényszerűen nem igazán tudnak hathatósan beavatkozni abba, ami ott a Közel-Keleten történik, ha csak nem esetleg az egyéni érdekek is azt diktálják. Ez a konfliktus nem egy légüres térben zajlik, tehát Izrael számára is fontos az, hogy a nemzetközi közösség támogassa az offenzívában. Azért, mivel ugye ahogy távolodunk a kiváltó októl, úgy válik ez a morális támogatás, mármint a közvéleményben kétségessé, mert ahogy ugye távolodunk egyre inkább az izraeli áldozatoktól, az izraeli áldozatokról, a gázai áldozatokra helyeződik át a hangsúly. Ugye ez most már egyértelmű, hogy az aktuális történések azok, hogy Gázát bombázzák, Gázában áldozatok vannak, és az, hogy mindeközben megmaradjon egyfajta támogatás, ahhoz kell Izraelnek, a politikai vezetőknek a támogatása, az, hogy a brit miniszterelnök, az amerikai elnök és a többi, gyakorlatilag mindenki, aki mozgósítható, kiálljon és figyelmeztethesse a közvéleményt, hogy igen, itt arról van szó, hogy Izraelnek egy önvédelmi háborút kell megvívnia, ez hiába azt látjuk, hogy ugye Gázát porig rombolják, ez még az önvédelmi háborúnak a része. Ez hozzátartozik szerintem a nagy klisé, hogy a felgyorsult világunkhoz, de tényleg a két héttel ezelőtti történések, amik foglalkoztatják az embereket, azokon gyorsan átlépan a közvélemény. Nem véletlenül kérdeztem én egyébként, hogy mennyire jó emberkedés ez a látszólagos támogatás, vagy egyébként természetesen gyakorlati is, akkor, amikor azt látjuk, hogy a különböző országok haderei felvonultak ott a környéken, mert hogy például ugye most előfordul egy olyan helyzet, hogy Londonban az Izrael párti imasséta szervezői gyakorlatilag nem engedélyezték, illetve szervezőinek nem engedélyezték azt, hogy legyen egy felvonulás. Egyébként őket védve, mert hogy addigra már egy palesztin párti tüntetés szervezését és lebonyolítását jelezték a rendőrségnek, ugye itt nagyjából a palesztin párti egy 100 000-es tömegről volt szó, az izrael párti tüntetés egy 30 000-es tömeget jelentett volna, miközben ugye azt halljuk, hogy hát mindenki végül is Izraelt támogatja. És nagyon-nagyon érdekes, és megint a civilek szempontjából megközelítve a kérdést, költ, ugye, hogy értelemszerűen mindenki Izrael mellett áll ki, és talán megy ez a politikai óvatos lépkedés is, hogy valóban a gázai övezetben élő civil áldozatok, palesztinok is valamilyen formában védve legyenek, de hogy amikor róluk van szó, akkor tüntetésekről beszélünk, amikor pedig az izraeliekről, akkor támogatásról. És hogy ez egy nagyon érdekes hadszintér is, hogy ki hogyan kommunikál. Ennyire nehéz és kiélezett ez a helyzet? Hát nem könnyű a helyzet, az biztos egy nagyon-nagyon összetett helyzet. Talán ezt mind a ketten meg tudjuk erősíteni, hogy mi, akik foglalkozunk ezzel a konfliktussal, már egy jó ideje nem könnyű eligazodni. Viszont azt látni kell Európában például, hogy a bevándorlással számos Hamasz és Hezbollah tag bejutott Európába, és amikor látunk ilyen gázapárti, Gáza felszabadításáért folyó tömegtüntetéseket, ami hát sokszor ugye erőszakba is torkollik, antiszemita erőszakba is, akkor megjelennek ugyanazok a hangok, amik a Hamasz részéről Gázában is megjelennek, úgyhogy látszik egy ilyen közös veszély. Tehát az a veszély, amit az a terrorszervezet ott Izrael határán jelent Izraelre, azt nem csak Izraelre jelenti, hanem Európában is jelenti, nem csak a zsidóságra, hanem azokra is, akik a zsidókat támogatják. Tehát emiatt is szerintem alapvető érdeke például a nyugati politikusoknak, a nyugati vezetőknek, hogy Izrael támogassák ebben a háborúban, ami a felvonuló hadihajókat és egyéb haditámogatást jelenti. Én kicsit úgy látom, hogy ez nem, tehát valamilyen szinten igen, Izrael támogatását jelenti, de közben a saját érdekeiket is nézik ezek az országok. Senkinek nem érdeke egy kiterjedő konfliktus, nyilvánvaló módon. De tényleg, ahogy mondtad, fontos, hogy egyszerre nézzük azt,
hogy a Hamas részéről és a palesztin terrorszervezetek részéről az a szándék, hogy Izrael gyakorlatilag eltöröljék a földszínéről. Most egy pár napja is volt egy ilyen hír, hogy meg akarták ismételni az október 7-i mészállást, tehát hogy erről nem tettek le, és azt is látjuk Gázában, hogy azok a segélyszállítmányok, amik esetleg bejutnak, azok sokszor a terroristák kezébe kerülnek, és ők nem adják ezt át a szenvedő civileknek. Tehát sokszor felmerül ez a dilemma, hogy szeretnének segíteni nyugatról a civileken, és szeretnék megerőzni a halálukat. Ugyanakkor sokszor a Hamász felelős azért, hogy nem jutnak el hozzájuk a források, és hogy tényleg gyakorlatilag élő pajzsként vannak használva. Ezen a ponton engedjetek meg egy másik irányú megközelítést és kérdéskört is. Ugye Norvégia igazságügyi minisztere jelentette be azt, hogy a gázai és izraeli háborús bűnök esetleges kivizsgálásához szeretnének majd kapacitást rendelkezésre bocsátani. Akkor, amikor, és ez majd a háború végén fog esetlegesen bekövetkezni, de mennyire számon kérhető egy olyan közösség, és itt most a gázai övezetben élőkre gondolok, akik elmi ugye ők maguk választották meg a Hamas, mint ennek a térségnek a vezető szervezetét, mondjuk úgy politikusait, hiszen akkor politikai pártként indultak ugye még 2006-ban. Igen, hát az nagyon bonyolult kérdés, hogy kit választott meg. Ugye a Hamasnak fel tud mutatni egy választási győzelmet. Az, hogy az a választás az milyen körülmények között zajlott, az egy más kérdés, de ő tehát 2007-ben fegyveresen vette át a hatalmat a Fatah-tól, ugye ez a világi palesztin vezetés, ami mégis korlátozott módon, de Cisziordániában még mindig hatalmon van, és szóval ez nehéz, nem, én ezt most előre megmondom, hogy nem lesz ennek nemzetközi jogi vetülete, legalábbis igazságszolgáltatás szempontjából. Izrael se ismeri el amúgy a hágai nemzetközi bíróságnak a joghatóságát, évtizedek óta tagadja meg a különféle háborús bűnöket felvető esetek kivizsgálását. Ugye legutóbb is az Al Jazeera újságíró nőjének a meggyilkolását próbálták nemzetközi fórum elé vinni, főleg az Al Jazeera, de más emberi jogi szervezetek, és azt is megtagadja. Egyébként ugye az, hogy nemzetközi elszámoltatásba kimegy bele, azért nagyhatalmaknál nagyon kevesen ütik meg a bokájukat azért, mert háborús bűnöket követnek el, mondjuk egy háborús szituációban a hadsereg az bevédi őket, meg egy ország általában beszokott állni, főleg Izrael. Úgyhogy most a norvég külminiszternek a felvetésére én nem tartom ezt reálisnak. Hát az, hogy terrorszervezetek, hogy hogyan lehet őket bíróság elé állítani, általában likvidálni szokták ezeket a vezetőket, még azelőtt, hogy bármiféle ilyen bíróság elé kerülhetnének. Szóval nekem ez a véleményem. Kíváncsi vagyok, Sára, mit gondol, vagy hogyan látja ezt a helyzeten? Hát én is úgy látom, hogy erre nincsen sok esély, és ugye a múltban azt is látom, hogy ha csak az ENSZ-et nézünk, az ENSZ-nek az elítélő határozatait, akkor egy óriási aránytalanságot látok, amikor megnézzük például olyan országok, mint Észak-Korea, vagy tényleg olyan afrikai országok, ahol rendszeresen üldözik és lemészárolják például a keresztényeket, nem születnek elítélő nyilatkozatok, vagy nagyon elenyésző számban. Izraellel kapcsolatban viszont rendszeresen rengeteg születik, és itt kicsit felvetődik az emberben az, hogy mi van e mögött, és általában arab országok vannak mögötte. Itt ugye Dánielról van szó, itt nem arab országról van szó, de hát úgy, hogy azért töltöttem egy kicsit több időt Izraelben, mint egy átlag turista, nagyon egyértelművé vált, hogy nagyon más világ a Közel-Kelet, és nagyon más világ a nyugati világ, és sokszor politikusok részéről, újságírók részéről is azt látom, hogy a nyugati berendezkedést próbálják meg ráhúzni a Közel-Keletre, hogy ott úgy működnek a dolgok, ahogy nálunk működnek, és ugyanazt próbáljuk számon kérni rajtuk, mint amit a saját magunkon számon kérünk, és úgy gondoljuk, hogy ott is különböző szervezetek és különböző vezetők úgy járnak el, ahogy itt eljárnak, és ez nem lehetne távolabb az igazságtól. Tehát szerintem ez abszurd.
Még a végére egy gyors kérdést engedjetek meg, kicsit szakmai jellegű is lesz, de ígértem a nézőinknek, hogy bevonjunk majd egy picit a digitális világot és a TikTok jelenlétét is a háború szempontjából. Most meglepődtél, Gergő, nem, hanem hogy nagyon sok az álhír, ami terjed ezeken a platformokon. Kérdés, hogy akár újságíróként használjátok ezeket a felületeket, hogy egyáltalán akkor, amikor az ember döntéseket hoz, amikor véleményt kell, hogy formáljon, akkor azok az információk, amik ott napvilágot látnak, hogyan tud ennek a sodrásában egy felhasználó, főleg elsősorban a fiatalok jól és hitelesen eligazodni. Valóban a döntéshozóké az a feladat, hogy ezeket a vállalkozásokat számon kérje, és már ők egyáltalán korlátozzák, vagy egyszerűen ez egy megállíthatatlan folyamat, és milyennek látjátok ezt a digitális technikai háborút, hogyha lehet így mondanom? Hát óriási káosz van ezeken az oldalakon, ez tény. Sokszor újságíróként is nehéz kiválogatni, hogy mi az, ami hiteles forrás és mi nem. Ugye még a hivatalos csatornákon is feltételezhetjük azt, hogy zajlik propaganda tevékenység. Én személy szerint azt szoktam csinálni, hogy minél több forrást próbálok összehasonlítani, és ha azért sok forrás ugyanazt mondja, és úgy, hogy hivatalos forrásokra is hivatkozik, és mondjuk helyszíni riportereik is megerősítik azt, amit mondjuk a hivatalos források mondanak, akkor nagyjából elfogadom, hogy lehetséges, hogy úgy történtek a dolgok, ahogy. Nagyon, nagyon nem könnyű eligazodni ezek között a videók és hírek között. Most a TikTokra visszatérve ne onnan próbáljanak meg az emberek információt szerezni. Én a Twittert használom, illetve most már X néven futó platformot, ott azért sok azt olyan... Azt is számon kérték, tehát személyesen Elon Musk. Teljesen jogosan. Próbálok minél több olyan helyi médiát bekövetni ilyenkor, akik közel vannak az eseményekhez. Mert itt megint ugye megjelenik az, hogy a nyugati média, bár vannak mondjuk helyi riportereik, de lehet, hogy van egy olyan narratíva, amihez próbálják beilleszteni ezeket a híreket. Tehát minél több olyan forrást megnézek, akiknek mondjuk különböző narratíváik vannak, és össze tudom rakni belőle a képet. Még gyorsan Gergőt is szeretném meg. Én azt mondom, hogy senki nem spórolhatja meg magának az értelmezés és a forrás kritika feladatát. Ez akármilyen platform van, akármennyi álhír, ezt mindenkinek magának kell ezt a mentális gyakorlatot végrehajtani. Én a Telex részéről azt tudom mondani, hogy hozzánk csak ellenőrzött, megerősített információk kerülnek be, tehát random lövöldözős játékból nem sosem fog bekerülni egy háborús felvétel valami bombasztikus címmel, inkább várunk egy kicsit, érdemes egyébként ezt mindenkinek ezt a gyakorlatot megejtenie, hogy kicsit türelmesen áll a hírekhez, várja, míg egy adott információ, akármilyen egyértelműnek is tűnik meg bombasztikusnak, vagy egyértelműnek tűnik a felelős, ez ugye például a kórház robbanásnál ez szembetűnő volt, érdemes várni és megvárni, amíg több forrásból is pontosabb információk érkeznek. Nagyon szépen köszönöm mindkettőtöknek, hogy itt voltatok ma reggel, és beszélgettünk ebben a témában. Köszönjük. És köszönjük.